Mindig. Üdvözöljük a galaktikus csatornát. Del Torónak nézek ki, hogy lekeversz? Most jó. Na, ne fogd a fejed. Üdvözlünk titeket, kedves Galaktika TV nézők! Ez a hétfői filmes műsorunk. Kezdjük is egy magyar vonatkozással, Science fiction vonatkozással, méghozzá azzal, hogy a testről és lélekről felkerül Netflixre. Februártól megvették a jogokat, kizárólagos forgalmazóként a neten. És hogy miért említjük meg a testről és lélekről? Egyrészt, mert magyar film, és büszkék vagyunk rá, másrészt pedig jelentős szerepet játszik benne a természet feletti egy fikciós elem. Enyedi Ildikó munkásságának ez egy meghatározó motívuma. Amennyiben nem tetszett az én 20. századom, akkor ez tetszeni fog. Vagy könnyebben nézhető, még az Art Mozikban megnézhető. Egyébként ne várjatok februárig. Igen, és ha érdekel titeket másik film még Enyedi Ildikó munkásságából, személyes kedvencemet, a Simon Mágust ajánlom mindenkinek. Rendben, kiosztották a Golden Globe díjakat, és több mint valószínű, hogy tudjátok, az idei Golden Globe rendezvénye nem feltétlen a díjátadóról szólt, hanem a Hollywoodot körbeölelő szexuális zaklatás botrányokról. Erről nem szeretnénk túl sokat beszélni, inkább emeljük ki azt, hogy a férfiak nem nagyon szóltak hozzá ez a témához, illetve a beszédeikben nem nagyon említették. Tarolt a három óriás plakát Ebbing határában című film, amely január végén nézhető meg a mozikban, és semmi jel nem mutat arra, hogy az interneten már egy kiszivárgott verzió elérhető. Díjazták Sam Rockwell mellékszereplői tevékenységét, én nagyon szeretem Sam Rockwellt, úgyhogy ez megérdemelt, és Frances McDormand főszereplő nő is díjat kapott. Ezen kívül a film dráma kategóriában legjobb film lett, és Woody Harrelsonról is jókat mondanak a film kapcsán. Illetve díjat kapott Guillermo del Toro is, aki lassan 25 éve várja bármilyen díjazását, azonban miközben átvette a díjat, a beszédek közepén elkezdték a kijátszó zenét lejátszani. Számomra az este egyik legviccesebb fénypontja. And I wouldn't be here, lower the music, guys, one second. It's taken 25 years. Give me a minute. Give me a minute. Az este egyik megható jelenete volt, amikor a 101 éves Kirk Douglas-t kerekes székben feltolták a színpadra, hogy néhány mondatot elmondhasson egy rövid bevágással az életmű történetéből. Ennyit a Golden Globe-ról, ne recsegj! Hogy ne teljen el 7 Star Wars nélkül, még ha már most jelent meg a Last Jedi, akkor érdemes szót említeni arról, hogy egy hosszabb, majdnem fél órás beszélgetés felkerült internetre, ami hivatalos anyag, különböző titkok és easter egg-ek a utolsó Jedikből, és egyéb Star Wars tartalmakból, amiket maguk a négy fő tartalomfejlesztője talált ki a jelenlegi Star Wars univerzumnak. És ők maguk beszélnek erről. Érdekes, nézzétek meg! Ennyi volt már a filmes blokkunk. Holnap találkozunk sorozatokkal, és ha lesz miről említést tenni, akkor játékokkal. Sziasztok! Sziasztok! Ez zsír. Ha tetszett nektek a videó, iratkozzatok fel és osszátok meg. Ha van kedvetek, támogassatok minket Patreonon, a linket a leírásban megtaláljátok.